Köszöntöm Önöket, a Kaleidoszkópot látják. Mai adásunkban elsőként az idei őszi tárlatról készített összefoglalónkat láthatják. Ezt követően a Vigyázó Sándor Művelődési Központba látogatunk, ahol októberben is megtartották a Jazzpresso programsorozat soron következő koncertjét. Tartsanak velünk! Idén is megrendezték Rákosmente hagyományos összművészeti kiállítását, az őszi tárlatot. Az október 30-áig látogatható tárlat 35-17. Kerületi kötődésű alkotó különböző technikával készült munkáját mutatja be az érdeklődőknek. A Rákos Csabai Közösségi Házban megtartott nyitó eseményen Ádám Ferenc, az Erdős René Ház muzeális gyűjtemény és kiállító terem vezetője köszöntötte a résztvevőket, előadásával pedig Olá Zoltán zongoraművész, valamint Lakatos József Péter képző és előadó művész működött közre. Idén 35-17. Kerületi kötődésű alkotó közreműködésével került sor a hagyományosnak számító őszi tárlat megvalósítására a Rákos Csabai Közösségi Házban. A kiállítás megnyitóját október 4-én tartották az intézményben, amelynek keretében elsőként Ádám Ferenc, az Erdős René Ház muzeális gyűjtemény és kiállító terem vezetője mondott köszöntőt, és mint kitért rá, az elmúlt több mint 15 év során igazán megmutatott a képzőművészeti mustra pozitív hatása. A rendezvény ugyanis mára már fontos szerepet tölt be a helyi közösség kulturális életében, ösztönözve a művészek és a közönség közötti kapcsolatot. Hagyománnyá nemesült esemény. A hagyomány meg az, ami éltet bennünket. Ezt nem is akarom bővebben megmagyarázni, pedig a szakmám a hagyományok őrzése. Megvallom, annak idején kicsit, amikor elindult ez a kiállítás sorozat, gyanakodva figyeltem az eseményeket. Mit akarnak ezek, egy ellenkultúra napi kiállítás rendezését? Mi a céljuk? Aztán a gyanakvás elmúlt. Egyre inkább láthatóvá váltak a különbségek, párhuzamosan az őszi tárlat jó oldalai is. Még mi ott az Erdős René Házban, hangsúlyozom, mi is a hagyományokhoz, nem is csak a ház hagyományaihoz, hanem a kerület Rákosmente 60-as évektől nyomon követhető hagyományaihoz ragaszkodva, kicsit olyan, most, mintha nagy zólnék, egy kicsit azt mondanám, hogy akadémikusabb módon szervezzük, rendezzük a dolgainkat. Addig itt az alapító kimondott szándékainak megfelelően egy kevésbé szabályozott, a művészeti és hangsúlyozottan közösségi, művészeti közösségi tevékenység is folyik. A kiállítások is ebben a szellemben szerveződnek, rendeződnek, baráti társaság segíti a kiállítási anyagfalakra rendezését, a hétköznapi életben is együtt dolgozó, egymást segítő emberek alkotják ezt a kemény magot, akik itt közreműködnek. Az, hogy néha vitatkoznak, természetes, de ha valamelyik esetleg segítségükre szorul, egyből többen mozdulnak az érdekében. Levezethetném azt is, hogyan következik ez a hely, a szűkebb közösség Rákos Csaba hagyományaiból is, de ez megint hosszadalmas lenne, inkább csak köszönetet mondok nekik. Amikor először írtam le ezt a pár sort, majdnem úgy kezdtem, tisztelettel köszöntöm Önöket Ilosvei Krisztián kiállításának megnyitóján. Hiszen bő egy hónapja ezzel álltam ki a közönség elé a kiállításának a megnyitóján, és bizony mi ketten ezt megelőzően hosszú, nehéz, fizikailag is megterhelő munkát végeztünk. Isten ments azonban, hogy kiemeljek valakit, hiszen minden itt látható mű létrehozását nyilván komoly szellemi munka előzte meg, és kivitelezésük is komoly szakmai tudásról tesz tanú bizonyságot. De az igazságtól mégsem jártam volna távol, hiszen tudjuk,
Több mint 15 éve Krisztián volt az, aki ezt a tárladot kezdeményezte, azóta is ő a lelke ennek. Én azt gondolom, ezt mindannyian tudjuk, és hálásak is vagyunk érte. Még akkor is, ha nem tudjuk rendesen kifejezni. Kedves művészek, művészek barátok, azért van egy kis probléma is. Nem is én mondom, hanem ő is egyre többször. Ez a jó ember öregszik. Fárad. Többször is elmondja, hogy ő ezt már nem bírja. Én meg már teljesen átérzem ezt. Lehet, hogy segítségre lesz szüksége a művész közösségből. Gondolkodjanak, egy ilyen hagyományt már nem szabad megszakítani. Segítsen neki valaki még akkor is, ha úgy gondolja, ő másképp szeretné csinálni. Ezt követően Olá Zoltán zongora művész előadását hallgathatták meg a résztvevők. A tárlatot Salamon György festőművész nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, a bemutatott művek sokfélesége jól mutatja, hogy mennyire eltérő módon látjuk és értelmezzük a világot, ez a változatosság pedig természetes következménye a korunkat jellemző komplexitásnak. Láthatjuk, a kiállítók nagy száma mutatja, hogy mennyi kifejezni valója van az új és újabb generációknak mostani életünkkel kapcsolatban, és ezt a kifejezni valót a vizualitás nyelvén elénk is tárják. Kiki tehetsége mértéke szerint. Ezért oly vegyes a kiállítás anyaga kvalitás és mondani való szempontjából is, és világlátás szerint is. Egy ilyen kaotikus világban ez természetes. Homlok egyenest ellentétes megközelítések, félig kész gondolatsorok váltják egymást olykor egy művön belül is.
Vannak telibe talált megoldású művek, azonban amit kifejeznek, az nem mindig humánus gondolat, de ezt is elfogadjuk, mint az eklektika részét. A kiállítás egésze azonban egészséges, emberi értékeket hordoz, ellentmondásossága éppen ennek igazolása. A természetes intelligencia győzelme ez, a divatos és alattomos mesterséges intelligencia fölött, amelyről még nem tudjuk, hogy hogyan ássa alá az emberi mi voltunkat. Ezt még az újdondász lelkesedők sem sejtik. A probléma az, hogy a mérhetetlen veszélyek majd csak a gyakorlati megvalósulás alkalmával fognak kiderülni, mint annak idején az atombomba létrejöttekor. Minden esetre ez a kiállítás még a humánum jegyében jött létre, ennek viszont maximálisan örülnünk kell. Ez még az aranykor. Minden művön áttör a lebírhatatlan tehetség, az emberi intelligencia, az alkotókészség, a fantázia, az elfojtott aggódás és mindenekelőtt a rajongó szeretet teremtett világunk iránt. Amit a mesterséges intelligencia mindig is csak messziről tud utánozni, ez pedig így is marad. Ezek a művészek minden szándék, nemtörődömség, megtévesztés, ellenpropaganda dacára dolgoznak, és elénk hordják kultúrát gazdagító kincseiket, hogy látva lássuk, és életörömöt, erőt tudjunk meríteni opuszaikból. Ez most nagyon fontos ebben az életveszélyes és pusztító progresszióban vergődő időszakban. Na itt van még egy varázsszó, amely jelentésével ellentétben manapság a bomlás, a pusztulás, a szándékos károkozás szinonimája lett, a progresszió, amely szó szintén megérne egy misét. Kedves barátom és kollégám, Ilosfai Krisztián minden héten felhív, és jó ideig azon meditálunk, hogy folytassuk-e kilátástalan harcunkat az új barbarizmus ellen, vagy adjuk-e fel, és dőljünk hátra. De ha hátra dőlünk, és már csak egy kávét kérünk, akkor viszont a lelkiismeretünk nem fog békén hagyni minket, úgyhogy mindig úgy köszönünk el, hogy tovább dolgozunk és küszködünk, bár tudjuk, hogy ez szélmalomharc. Az esemény folytatásaként Lakatos József Péter képző és előadó művész a Prédikátor Salamon könyvében adott elő egy részletet. Örvendez ifjú az enfjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében. És járj a te szívednek útaiban és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajna múlandó. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, még a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben
mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosulnak az ablakon kinézők, és az ajtó kívül bezáratnak. Amikor is a malomnak zúgása halkabbá lesz, és felkelnek madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. És minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, mert a mandolafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírok. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az arany palackocska, és eltörnék a veder a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, a por pedig földé lenne, mint azelőtt volt, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. Az őszi tárlatot 2024-ben is Ilosfai Krisztián hívta életre alkotótársai támogatásával. Mint elmondta, a közösségük régóta összetart, és jellemző rájuk, hogy folyamatosan igyekeznek egymást inspirálni. Az őszi tárlat körülbelül 15 éve létezik. Egy papíron, egy A4-es papíron kézzel írtam egy kis dolgozatot, hogy bevittem Kelemen Sándornak, a Kulturális Bizottság elnökének, hogy kéne egy őszi tárlat, ahol a kerületünkben élő sok művész meg tudja mutatni a legfrissebb munkáit. És 15 évvel ezelőtt rögtön rábólintott, és azóta minden évben van, és minden évben szervezem, rendezem, meg az egészet lebonyolítom. Kialakult szokásaink vannak, már tradícióink vannak, tehát tudjuk, hogy hova valók a grafikák, hova való a csendéletek, hova való a szakrális, a filozófikus képek. Tehát mindennek már ezer éve megvan a helye, és ezek a tematikailag mindig ugyanoda kerülnek. Azt mondja, művészenként két alkotást lehetett hozni, és legalább 35 művész állít ki, tehát akkor ezt a megszorozó kettővel, akkor a 70-75 körül van, mert van, aki azért mégis többet hozott, mint kettő, 70-75 körül van, és remélem, hogy idén is egy nézőcsalogató szép anyagot sikerült mindenkinek beadni, de azt hiszem, a kiállítás magáért beszél. Amint azt továbbá a festőművész kiemelte, a művészet az emberi lét egyik állandó, stabil pontja, amely érzelmi kifejezést és megértést kínál. Nem csak esztétikai élményeket ad, hanem segít eligazodni a világban, gazdagítja a lelkünket és pozitív hatással van az életünkre. Az egész életben a művészet az talán a legfontosabb stabil érték, ami az életünk alakulhat, mindenféle sorsok vannak, és a művészet az egyetlen, amihez mindig nyúlni tudunk, ami megvigasztal egy jó könyv, vagy jó zene, vagy egy jó festmény. Gondoljunk bele, hogyha elutazunk valahova, a kulináris élvezeteken kívül megnézzük a templomokat, az építészek által tervezett gyönyörű sikátoros utcákat, és koncertre is elmegyünk, ha van lehetőségünk, tehát az ottani művészeknek a munkáit nézzük meg. Na most ezek a dolgok is itt olyanok, hogy a kerületünkben egy nagyon magas színvonalú képzőművészeti csapat van, és ez megmutatja magát, akkor biztos vagyok benne, hogy a kerületben élők és érdeklődőknek, hogy mondjam, nagyon kellemes perceket okoznak. Tehát föltöltekeznek, olyan a művész az, amit egy akkumulátor föltölti a dolgokat, tehát energiával rendelkezik. És ez remélem, hogy átragad a nézőre is. A rendezvény keretében a hagyományoknak megfelelően ebben az esztendőben is 10 alkotót díjazott egy 3-tagú zsűri. Az idei évben jutalomban részesült Béla Borcz Flóra képzőművész, Salamon György festőművész, Csorba Katalin szobrászművész, valamint Hajdúfi Zsuzsa képzőművész, Balonyi Pál Margit és B. Molnár Anna festőművészek, továbbá Albrecht Júlia képzőművész, Lipták György grafikus művész, Szlivka Zsuzsa festőművész és Babusa János szobrászművész. 10 embert díjazunk, akik egy nagyon kis minimális díjat, egy kis megemlékezést kapnak, 10 000 forintos művészellátós utalványt, amivel tudnak venni festéket, papírt, vagy ecsetet, vagy ilyesmi, de ennek az a lényege, hogy megbecsüljük a
kiállítóinkat, és az egész kiállításnak van egy ilyen empatikus szeretetem, meg szociális érzékenységen alapuló nézete is, amit ugye jó magam találtam ki 15 éve, és itt szeretném elmondani azt, hogy idén szervezem, rendezem utoljára ezt a kiállítást, jövőre már nem csinálok. Tehát átadnám már nagyon valakinek, vagyis át is fogom adni valakinek, mert 15 éve most már nagyon belefáradtam az egészbe, és megöregettem, és jövőre már inkább nem én csinálom, hanem adok másnak helyet, és mindenki pótolható, én is. A Rákos Csabai Közösségi Házban bemutatott őszi tárlatot az érdeklődők október 30-áig tekinthetik meg az intézmény nyitvatartási idejében. Októberben is folytatódott a Jazzpresso programsorozat a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Ezúttal a nagy múltra visszatekintő gyertyafényes koncertsorozat színpadán a Zádor Trió szórakoztatta a megjelenteket. A zenekar repertoárja saját szerzeményeikből, valamint jazz standardekből tevődik össze. Előadásaik során többek között bebop klasszikusok, swingslágerek, latin dallamok és komoly hangvételű kompozíciók is felcsendülnek. Gyárfás István gitárművésznek, illetve tanítványainak, Prekopa Milánnak és Gazsó Jonatánnak közös gitárjátékával vette kezdetét a Jazzpresso programsorozat őszi évadának októberi alkalma a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Itt szemközt a zeneiskolában én a jazz tanszaknak vagyok a vezetője, és úgy gondolom, hogy ez egy luxus, hogy itt van egy ilyen fantasztikus intézmény, és esetleg, hogyha a zeneiskolából a srácok nem jelennek meg, nem jönnek el, az, amit, hogyha itt lenne a bányában mondjuk a Grundon játszana a Barcelona meg a Real Madrid, és a srácok nem mennének el, én azt hiszem, hogy az elég rossz bizonyítvány lenne, úgyhogy mindenképp az én azt látom, amikor látják a fiatalok azt, hogy a nagyok itt megjelennek, az őket nagyon inspirálja, és vannak olyanok, akik már kezdenek színpadképessé válni. Én most két nagyon fiatal srácot hoztam el, akik még most állnak talán a Jazzpresso-ban mindenképp először színpadon, ők nagyjából most jutottak el idáig, és nagyon drukkolunk értük. A fiatal tehetségeket követően az esemény fő fellépői léptek színpadra, ugyanis ezúttal a Zádor Trió tagjai látogattak el Rákos mentére. Nagyon izgatottak vagyunk, mert itt még nem zenéltünk. Ugye egyrészt Gyafi, a házigazda is csatlakozik majd hozzánk néhány szám erejéig. Úgyhogy zenéltünk már vele, és az mindig nagyon jó volt, úgyhogy ezt nagyon várjuk. Lesz egy Oscar Peterson darab, az lesz talán a legkomplexebb mű. Lesznek saját dalok, Charlie Parker, John Coltrane. Hát ezeket tudnám mondani. A Zádor Oszkár zongora, Kovács Zoltán nagybőgő és Locz András dobáltal alkotott formáció karrierútja 2020-ban az újpesti zeneiskolából indult.
Kezdetben online karanténkoncertekkel hívták fel magukra a figyelmet, később a járványhelyzet enyhülését követően már teltházas koncerteket adtak budapesti klubokban, azóta pedig a fővárosi jazz élet rendszeres szereplőivé váltak. Az újpesti Erkel Gyula zeneiskolában zenekari gyakorlaton kerültünk össze, már korábban is zenéltünk néhány formációban együtt, és aztán 2020-ban kezdtünk el az IF kávézóban koncertezni, akkor nem lehetett közönség előtt, úgyhogy csak online koncerteket adtunk. Aztán enyhültek a körülmények, és akkor már jött a közönség is, és azóta is havi rendszerességgel játszunk ott. A trió repertoárja saját szerzeményeikből, valamint jazz standardek széles spektrumából tevődik össze. Előadásaik során többek között bebop klasszikusok, swing slágerek, latin dallamok és komoly hangvételű kompozíciók is felcsendülnek. Azokat a standardeket próbáljuk eljátszani, reméljük sikerrel, amikor mi először hallottunk, akkor így nagyon fülbemászónak találtunk. És igyekszünk nem az ilyen nagyon elborult, nagyon bonyolult dalokat játszani, hanem ami olyan, amit eljátszunk, és a közönségnek is érthető, tudják élvezni, nem kell ahhoz jazzértőnek lennie feltétlenül, hogy tudja értékelni a zenét. Coltrane-től nagyon szeretjük például a Naima című balladát, tőle is játszunk még egyéb műveket. Hát igyekszünk mindenféle stílusból szemezgetni, swing, blues, latin, Joe Henderson tudnám még említeni, Oscar Petersontól is szoktunk, úgyhogy őket. Gyárfás István, a Jazzpresso házigazdája hangsúlyozta, hogy az idei őszi szezonban kiemelt figyelmet szeretne fordítani a fiatal tehetségek bemutatására. Fontosnak tartja, hogy teret adjon a feltörekvő művészeknek, ezzel is támogatva pályafutásukat és elősegítve a jazzzenei világnak megújulását. A legfontosabb szempont a színvonal. Mindenképp azt akarjuk, és azt szeretnénk, és a visszajelzés igazolja, hogy jó úton járunk, hogy a magyar jazz reprezentánsai élvonala jelenjen meg a Jazzpresszóban. Ez így volt egyébként Martonos Gyuri bácsi idejében, az elmúlt 33 esztendőben, és ezt mindenképp folytatni akarjuk, mert azt hiszem, hogy a legjobbat érdemli ez a közönség. Vannak olyan szempontjaink, mint például a fiatalokat szeretnénk mondjuk egy kicsit jobban lehetőséghez juttatni. Ebben a szezonban, ebben az őszi szezonban egy picit még nagyobb hangsúly került erre, mert mind a most fellépő Zádor Oszkár trió is, mind az egy hónappal ezelőtti produkció is fiatal tehetségeket mutatott be, úgyhogy ez mindenképp így lesz, és a gitár őrületen is lesznek majd, akik már köszörülgetik a karmaikat, és hát előbb-utóbb majd a jövő zenészei lesznek belőlük. Az este folyamán néhány szám erejéig Gyárfás István is csatlakozott a formációhoz gitárjátékával. Thank you.
ők már jelezték nekem, már megfenyegettek, hogy ha már itt vagyok és házigazda vagyok a Presszóban, akkor mindenképp hozzak magammal gitárt, és én ezt örömmel teszem. Nagyon tehetséges srácoknak gondolom őket, és én egyszer-kétszer már játszottam velük, Szalóki Béla barátommal, vagy a Tel Avivi Akadémia, az ottani Riemann School, az ottani akadémia igazgatója, Amikám Kimmelman, ő is csatlakozott egy ízben hozzájuk, és nagyon nagy élmény velük játszani, tehetségesek, és az ember megfiatalodik közöttük. A Jazzpresso programsorozat legközelebb november 10-én várja majd a műfaj kedvelőit, akkor a Rodek Balázs trió lép majd színpadra a Vigyázó Sándor Művelődési Központban. Rodek Balázsról annyit kell tudni, hogy ő is egy viszonylag fiatal srác, tehát ő is még a 30-as éveinek szerintem az elején van, és én tanítottam őt 8-9 évvel ezelőtt a Kodolányi János főiskola művészeti tanszékére jártam le Fehérvárra, és ott ő tanítványom volt, de jövő héten vagy jövő hónapban is lesz egy meglepetés, tudnélik Hegyi Tibor tanár úr elhozza a zeneiskola ifjúsági jazz zenekarát, és ő pedig elmondta nekem, hogy Rodek Balázs neki is tanítványa volt még a korábbi időszakban az Etüd zeneiskolában, úgyhogy nagyon, nagyon sok szálon kapcsolódunk egymáshoz, de hát ez a szakma kicsit. Ennyi volt már a Kaleidoszkóp, a Rákosmente Televízió kulturális magazin műsora. Köszönöm, hogy velünk tartottak, tegyenek így a jövő héten is, viszontlátásra!